Pár hónappal ezelőtt óriási felháborodást váltott ki a szakszervezetek körében, hogy a kormány a munkatörvénykönyve módosításával egy évről 3 évre akarta emelni a munkaidőkeret maximális időtartamát. Ezt az általunk rabszolgatörvénynek nevezett javaslatot aztán a tiltakozások hatására visszavonták, de ettől a lényeg még nem változott. A kormány kiszolgálva az autóipari multik igényeit hajlandó lett volna elfogadni egy olyan embertelen szabályozást, aminek hatására gyakorlatilag rabszolgaként dolgoztak volna az emberek a gyárban. A munkáltató éveken keresztül szabadon rendelkezhetett volna a munkaidejük fölött, akár egy hónapon keresztül megszakítás nélkül dolgoztatva őket, túlórapénzt nem fizetve. Ez mindennél jobban megmutatta, hogy mennyire átlátszó és hazug a kormány multiellenes és családbarát propagandája, és leleplezte azt is, hogy a kormány a multik a tőke érdekeit minden esetben a magyar emberek érdekei elé helyezi. Erről szólt a kizsákmányolás törvénykönyve, a szakszervezeti jogok leépítése, a sztrájk jog kiüresítése, az országos érdekegyeztetés rendszerének szétverése. Még a papíron megmaradt munkavállalói jogok betartása se fontos. Munkaügyi ellenőrök százait eresztették szélnek, drasztikusan lecsökkentették az ellenőrzések számát, megszüntették a munkaügyi felügyeletet. Gyakori a kötelező hétvégi túlóra, a munkaidő és pihenőidő szabályainak semmi bevétele, a több heti folyamatos robot. A gazdasági húzóágazatnak tekintett gépipar területén a cégek fele már októberre túllépte a 400 túlórát, miközben 250 a megengedett. Az agyonhajszolt dolgozók körében egyre több a munkabaleset. Az év első felében 25%-kal nőtt a halálos munkabalesetek száma. 45 ember halt meg munka közben. Az ellenőrzött cégek 3/4-énél találtak szabálytalanságot, az építőiparban szinte mindenhol. Az államtitkár mindenre azt tudta mondani, a munkabalesetek többsége a dolgozók figyelmetlensége miatt történik. A kormány bér- és foglalkoztatás politikája miatt kialakult munkaerőhiány csak tovább súlyosbít a helyzeten. Államtitkár úr, arra szeretnék választ kapni, hogy meddig nézi még tétlenül a kormány a munkavállalók sanyargatását, és meddig áll a magyar munkavállalókkal szemben a multik oldalára. Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen, képviselő asszony. A választ Cseresznyés Péter államtitkár úrtól fogjuk hallani. Parancsoljon, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő asszony. Ez év áprilisában nem a kormány, ragaszkodjunk a tényekhez, hanem az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága, hogy az akkor lefolytatott viták során több ízben is elhangzott gazdaságpolitikai oldalról közelített meg egy munkajogi szabályozási kérdést. Uniós példák alapján kívánta munkaidőre vonatkozó szabályokat úgy módosítani, hogy a szakszervezetek és a munkáltatók együtt a munkaidő szervezése terén nagyobb mozgástérre tegyenek szert, és hangsúlyozni kell, hogy ez mindenképpen megegyezés és alapon történhetett volna. Az áprilisi javaslat a hosszú távra szóló munkaidő beosztás lehetőségét kívánta bővíteni, ugyanakkor nem célozta a munkaórák számának megemelését, és fenntartotta azt a törvényi szabályt, hogy a munkavállaló részére a túlmunkáért bérpótlék jár. Ahogy képviselőtársaim is nyilván emlékeznek rá, ezek az információk a tavaszi ülésszak vitáin sorra elhangzottak, ezért vissza kell utasítanom képviselőasszony nyilvánvalóan szándékos csúsztatáson alapuló, vagy meg nem értésből eredő állításait. Tisztelt képviselőasszony, Magyarország kormánya elkötelezett a munkaalapú társadalom megteremtésében. A munkatörvénykönyve ennek érdekében megfelelő módon tartalmazza a tisztes munka elveit, az egyéni és kollektív munkajogi garanciális szabályokat. A munkaügyi hatóság szervezeti felépítésében a működés javítása érdekében történtek jelentős változások. A munkaügyi ellenőrző apparátus a területi államigazgatási szervezet átalakítása következtében a kormányhivatalokba, illetve 2017-től a megyeszékhelyeken működő járási hivatalokba integráltan működik. A 2010-17 első fél év közötti időszakban közel 150 ezer munkáltatónál volt munkaügyi ellenőrzés, ezek mintegy 1,1 millió munkavállaló foglalkoztatási körülményeik vizsgálatára terjedtek ki. Csak az idei év első felében a munkaügyi hatóság közel 46 ezer munkavállaló foglalkoztatási körülményeit érintően tartott 10.186 ellenőrzést.
A létszám csökkenését ellensúlyozandó az ellenőrzési irányelvek célirányosabb meghatározásával, az ellenőrzési területek megfelelő kiválasztásával növekedett a szervezet hatékonysága, valamint egy újfajta intézkedés kiterjesztése a munkavédelmi képviselőknek a cégeken belüli nagyobb létszámban való foglalkoztatási lehetősége. Az ellenőrzési tervek kiemelt feladatként határozzák meg a bejelentés nélküli foglalkoztatás visszaszorítását, valamint a munkavállalók érdekeinek védelmét, amelyet a munkaügyi hatóság az ellenőrzések mellett preventív tájékoztató tevékenységével is támogat. A munkabaleseti ráta 10 éves viszonylatban a 2010 előtti kormányzati időszakhoz képest csökkent. Bár a balesetek számát mutató statisztika hullámzást mutat, a 2017 első és harmadik negyedévre vonatkozó legfrissebb adatok szerint a halálos munkabalesetek száma nem nőtt a tavalyi hasonló időszakhoz viszonyítva. Természetesen meg kell jegyezni, hogy nem lehetünk ezzel elégedettek, mert minden elveszett élet egyben nagy tragédia is. De sokat teszünk a megelőzésért, nagyarányú intézkedések és ellenőrzések eszközével számoljuk fel a veszélyes munkakörülményeket, csak az azonnali intézkedések száma tesz ki majd 10 000-et egy évben. A magas baleseti kockázatok miatt az építőipari ágazat ellenőrzése prioritást kap, az országos munkavédelmi ellenőrzési irányelvben és hatósági ellenőrzési tervben ezt kiemelten kezeljük, és emellett idén országos célvizsgálatot is tartottunk az építőipar munkahelyi biztonságának növeléséért. Képviselőasszony által hivatkozott munkabalesetek során említett nagyszámú dolgozói figyelmetlenség a munkabaleseti jegyzőkönyvben rögzített tényeken, hangsúlyozom, tényeken alapulnak. Tisztelt képviselőasszony, a bemutatottak alapján látható, hogy kormány munkaerőpiaci politikája átfogó, tudatos és hatékony eszközrendszerrel szolgálja a tisztes munkavégzést. Ezért kérem a válaszom elfogadását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megkérdezem, Smuk Erzsébet képviselőasszonyt, elfogadja-e az államtitkári választ? Megfogadom el a választ. Államtitkár úr, meg kell állapítani, hogy az önök kormányzása alatt, annak ellenére, amit ön felsorolt, csak romlott a helyzet. Csúcson a munkabalesetek száma, a munkáltatók 3/4 nem tartja be a munkavédelmi szabályokat, mindezt úgy, ahogy ön is említette, idén januártól minden 20 fő feletti cégnél munkavédelmi megbízottat kell választani. És fel kell tenni a kérdést azt is, hogy mit hozott az új munkatörvénykönyve. Több munkát, kevesebb bért, csökkenő bérek, kifizetlen túlmunka, hosszabb munkaidő, kiszámíthatatlan munkaidőbeosztása, felmondási szabályok lazítása, a korábbinál kedvezőtlenebb végkielégítés és leépített szakszervezeti jogok. Igen, szükség van arra, hogy egy új munkatörvénykönyvet kell kidolgozni, mégpedig a szociális partnerekkel közösen. Szükség van arra, hogy eltöröljük a munkaidőkeretet, szigorítsuk a hétvégi munkát, emeljük az értejáró pótlékot, korlátozzuk az éjszakai munkát, állítsuk vissza a délutáni műszakpótlékot, és szigorítsuk a felmondási és végkielégítési szabályokat. Ennek a munkatörvénykönyvnek a kidolgozásáról kell beszélni. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Tisztelt országgyűlés képviselőasszony, nem fogadta el az államtitkári választ, ezért kérdezem az országgyűlést, elfogadja azt. Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az államtitkári választ. 107 igen, 28 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.